A Barázda mai adása két nagy téma köré épül. Az egyik az agronómusok zlatibori szaktanácskozása, a másik pedig a budapesti Agromos Expo és Agrár Gép Show. Mindkét helyszínen több beszélgetést és érdeklődésre számot tartó riportot készítettünk. Ezek bemutatása előtt tekintsék meg mezőgazdasági hírösszeállításunkat. A kormány szerdán elfogadta a 2014-es évre vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások felosztására vonatkozó rendeletet. A juttatások három területre vonatkoznak: a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és az egyéb juttatásokra. Figyelembe vettük a földművesek észrevételeit. A bejegyzett gazdaságok számára megmarad a hektáronkénti 12 ezer dináros összeg, ugyanúgy, mint tavaly, azzal, hogy jelentős újításokat is bevezettünk, hangsúlyozta Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter. A rendelet értelmében a földművesek hektáronként 6 ezer dinárt készpénzben kapnak meg, a másik 6 ezer dinárt pedig üzemanyag, műtrágya és vetővag vásárlási számlával kell igazolniuk. Egyes állatfajokra idén nagyobb támogatás jár majd a tenyésztőknek. A bárányok után a tavalyi 1000 dinár helyett 2000 dinárra jogosultak a földművesek. A tenyészjuhok és kecskék utáni támogatást majdnem megkétszerezték, 4000-ről 7000 dinárra növelték. A tenyészkocák után a tavalyi 4000 helyett idén 5000 dinár jár. A tejprémium továbbra is 7 dinár literenként. A törzskönyvezett tehenek után 20 ezer dináros támogatást kapnak majd a gazdák, a hízobikánkénti juttatás pedig 10 ezer dinárt tesz ki. Itt a nagyon nagy kérdés az, hogy mikor fogják ezeket a pénzeket eljuttatni a termelőkhöz. Hiszen ha azt veszük figyelembe, hogy a múlt évben is majd valamikor június második felében, július elején érkezett a termelőknek a befizetés, az idejében ezt nagyon szerették volna a termelők már megkapni március, de leghamarabb, ha már előbb nem lett, akkor április folyamán. És ez az, amitől nagyon félünk, hogy még ez az időpont se lesz betartva, és jó, hogyha majd a nyár folyamán hozzájutnak az első részhez a támogatásoknak. Az összes többivel a termelők nagyon egyeznek, ahogy megmaradt bár a 12 ezer dinár, és a 6 ezer dinárt elkapják készpénzbe, 6 ezer dinárt pedig majd különböző visszatérítéseken keresztül, de ennek a pénznek minél előbb a zsebbe kellene, hogy legyen náluk. A héten egy másik fontos dokumentumot is közzétett az Agrártárca. Bemutatták a 2014 és 2024 közötti időszakra vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégia tervezetét. A tervezetben meghatározták a legfontosabb fejlesztési célkitűzéseket és prioritásokat. Az agrárpolitika reformjával vonzó és megbízható üzleti környezetet kell teremtenünk a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, hogy biztosabb bevételeket szavatolhassunk a termelőknek és jólétet teremtsünk a falun élők számára. Emelte ki Dragan Glamočić tárcavezető a stratégia belgrádi bemutatásán. A közeljövőben Újvidéken, Csácsákon és Nisben is ismertetik majd az új mezőgazdasági stratégia tervezetét. Angol Bizon motorolaj. Az újvidéki terménytőzsde forgalmának csaknem a 80%-át a kukorica képezte, aminek az ára a hét elején 15 dinár volt, a hét közepén 14 dinár 70 para, a hét végén meg újból 15 dinár fölé tornázta fel magát. A búza iránt nem nagy érdeklődés nyilvánult meg, jó lehet az ára a múlt heti 20 dináros szinten maradt. A szójababára továbbra is felfelé ível, meghaladja az 57,5 dinárt. A vetés előkészületek megkezdésére, na meg a búza fejtrágyázásának az idejére utal a műtrágya iránt megnövekedett kereslet. Főként ánt meg úrját adtak el, melyeknek az ára 35 dinár 31 és 38 dinár 58 para volt. A világpiacon a búza 3%-kal olcsóbb, a kukorica meg 1%-kal drágább lett.
Az európai piacon kissé megdrágult a gabona. Budapesten a búzára több mint fél, a kukoricái pedig 0,2%-kal. Párizsban az áresés a kenyérgabona esetében közel 2, a kukorica esetében meg több mint 0,5%-os. Nem kell tartani a 2013-as termésű kukorica aflatoxin fertőzöttségétől, áll az Agrártárca közleményében. Az eddig ellenőrzött 426 tételből csak két esetben találtak a felügyelők olyan mértékű fertőzöttséget, amely a kukorica emberi táplálékként és állati takarmányként történő felhasználását egyaránt kizárta. A januárban elvégzett vizsgálatok során minden mintában az állategészségügyi határérték alatt volt az aflatoxin fertőzöttség szintje. A felügyelők továbbra is folyamatosan ellenőrzik a tárolókban és a górékban levő tengeri minőségét. A Zlatiboron a héten tartották meg a szerbiai agronómusok sorrendben 48. szaktanácskozását. A rangos összejövetel több mint 1000 szakembert és földművest vonzott az ismert üdülőközpontba. Az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézetben fontosnak tartják, hogy évről évre első kézből tájékoztassák a mezőgazdaságban tevékenykedő szakembereket és a közvetlen termelőket a legújabb kutatási eredményekről, meg az újvidéki nemesítési növényfajták és hibridek teljesítő képességéről. Mint mondják, ilyenkor nem csak a termelők tanulnak a szakemberektől. A nemesítők számára ugyanilyen fontos, hogy megismerjék a földművesek véleményét az újvidéki növényfajtákról, és az intézet által ajánlott termesztési technológiákról. Avval az elvárással érkeztem, hogy ha hallok valami újat a tavalyihoz képest, most már úgy lassan, ez a negyedik alkalom, hogy járok ide folyamatosan, és hogy valami újat megtanuljak, valami újat halljak, újabb fajták, permetekről, tehát újítani jöttem a tudásomat. Tehát fontos a tudás, hogy minden évben itt legyen? Fontos, fontos, azért mindig valami újat hallok, új emberekkel ismerkedek meg, tapasztalatot cserélünk. Fontos. Danilo Golubović mezőgazdasági államtitkár köszöntőjében kijelentette, hogy a szerbiai mezőgazdaság versenyképesebb, mint azt sokan gondolnák. Egyben kiemelte a hosszú távú, stabil agrárpolitika fontosságát. Az Európai Unió 10 évre elfogadott agrárpolitikájához hasonlóan a tudásba és a fejlett technológiákba történő befektetéseket kell előnyben részesítenünk. Szerbia büszke lehet arra, hogy ilyen intézményekkel rendelkezik, mint az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet. Elsősorban a saját erőforrásainkra és a hazai tudásra kell alapoznunk. Az a tény, hogy kutatóintézeteink túlélték a fergeteges külföldi konkurenciát, és itthon továbbra is piacvezetőknek számítanak a haszonnövények zöménél, jól bizonyítja, hogy milyen tudással és erőforrásokkal rendelkezünk. Az állam feladata a jövőben csak az lenne, hogy egyengessük és anyagilag segítsük a tudományos kutatómunkát. Így járuljunk hozzá ahhoz, hogy intézeteink kibontakoztathassák kapacitásaikat. Az alkalmi sajtóértekezleten a Mezőgazdasági Kutatóintézetnek az Újvidéki Egyetemhez való kilátásba helyezett csatlakozásáról is szó esett. Az elképzelést az egyetem, a mezőgazdasági és a tudományügyi tárca képviselői egyaránt támogatták. Mi bízunk az újraegyesítésben. Elindítottuk az ehhez vezető folyamatot, mivel természetellenesnek tartjuk, hogy a mezőgazdasági kar és az Újvidéki Egyetem csírájának számító kutatóintézet nem tagja ennek a nagy tudományos családnak. A reintegrációval mindenki jól jár majd. Jót fog tenni nekünk kutatóknak, akik a mezőgazdasági kutatóintézetben dolgozunk, mert amikor az Európai Unió és a FAO projektumaira pályázunk, egy erős és tekintélyes intézmény
intézményt tudhatunk majd a hátunk mögött. Az egyetemnek is előnyére válik a csatlakozásunk, hiszen ezáltal 100 új kutatóval erősödik majd, akik közül 30-an a legmagasabb tudományos fokozattal rendelkeznek. Joggal számítunk arra, hogy ennek köszönhetően az Újvidéki Egyetem felkerül a világ 500 legtekintélyesebb egyetemét felölelő Sanghái listára. A tanácskozást megelőző napokban hullott hó betakarta az őszi vetéseket. Ám a gazdák aggódnak, nem lesz-e valamilyen következménye a hosszantartó, szokatlanul meleg időszaknak. A jelenlegi hótakaró alatt a búzát és az árpát még mínusz 20 fokos fagy esetében sem érheti károsodást. A levelek megperzselődhetnek ugyan egy kicsit, ám ez még jót is tesz. Az állomány ugyanis túlságosan sűrű, így a levéltömeg kisebb csökkenése serkentőleg hat majd a kalászosok későbbi fejlődésére. Mi örülünk a hónak, mivel a búzának élettani szempontból szüksége van a téli nyugalmi időszakra. A hó nélküli száraz fagy persze nem tenne jót, ám ilyesmi idáig még nem fordult elő. Hótakaró alatt azonban a mínusz 20 foknál keményebb fagyok sem okozhatnak kárt a vetéseknek. Ukrajnában a Pobeda búza fajtánk a hó alatt a mínusz 37 fokos fagyot is kibírta. Ezért nincs mitől tartani. Engem inkább a szokatlanul meleg időjárás nyugtalanított. Ha ugyanis megkezdődik a növények szárba szökkenése, akkor elveszítik a fagytűrő képességüket és sebezhetőkké válnak. Azonban még egyetlen búzatáblán, sőt még az árpáknál sem kezdődött meg a szárba szökkenés. Nagyon jó, hogy leesett a hó. Nedvességet és egyben meleg takarót is nyújt, így a búza igazán kényelmesen érezheti magát. Magyar Kanizsáról érkeztem, az Agrometál cégnek vagyok a képviselője. Hát az elvárásaim az agronómusok találkozójával kapcsolatban az, hogy új fajtákat, új termesztés technológiát, stb. Ismerjünk meg, és ismerjenek meg a gazdák, vajdasági szerbiai gazdák, hogy haladjunk a korral az Európai Unióhoz közeledve, tehát próbáljunk minél több termés, magasabb termés eredményeket elérni. Mivel ön forgalmazó cégből érkezik, önnek van esetleg valamivel több értesülés az új árakról, az újvidéki intézetű magóinak az új áráról? Az újvidéki magok áráról én is 4000 dinárt hallottam, mint a többi, a kukorica maggal kapcsolatban, igen. Hát ez körülbelül ugye ott van, mint a többi magháznak az árai, egy picivel azért alatta, egy Pionier Dekalb, vagy teszem azt ZP-hez viszonyítva is egy picivel alatta van. Na most ezt ugye a termelő majd el fogja dönteni, hogy ő milyen területről érkezett, mi az, ami magfajtából, fajta választékból legjobban, leginkább megfelel neki majd a termés és a vetés szerkezethez. Van-e már érdeklődés a betőmagok iránt? Megkezdődött az érdeklődés, igen, nálunk tapasztaltuk a kiskereskedelmi részlegeinkben, Topolyán, Adán és Magyar Kanizsán. Megkezdtük a beszerzést, viszont még, mivel hogy az Újvidéki Növényellenesítő Intézet, mielőtt én ideérkeztem, nem jött ki az árakkal, még újvidéki magokat nem szereztünk be, viszont a többiből már megkezdtük a beszerzést. A gazdáik érdeklődnek, hogyan fogják beszerezni, az látszik-e már, mennyi lesz a készpénzes vásárlás, mennyi a többi? Hát egyre több az olyan gazda, aki halasztott fizetést kér, de hát mi azért próbálunk appellálni arra, hogy inkább készpénzben, mert akkor olcsóbban tudjuk biztosítani a magot, ugyanúgy, mint ahogy mi is készpénzfizetésre, tehát rögtönfizetésre olcsóbban jelentős árengedménnyel kapjuk a magokat, ugyanúgy a gazdának mi azt az engedményt át tudjuk engedni abba az esetben, hogyha készpénzért fizet, viszont megoldható a dolog halasztott fizetésre is. Az ön birtokán a vetés szerkezetben milyen arányban vesznek részt a hazai fajták? Hát mondhatni, hogy 80%-ban hazai betőmagokat vetünk, úgyhogy... És miért az ár miatt? Vagy ezeket jobban ismerik, vagy azért, mert ezek erre a területre vannak kinebesítve? Igen, erre területre valók, ugye, hazai mag, meg vagyunk elégedve, és így nem is gondolkozunk a cserén. Nemrégiben még a minisztérium azt mondta, hogy mivel a területalapú támogatások nem érték el a céljukat, csökkentik őket, és inkább fejlesztésekbe ruháznak be, amire viszont kevesebb embernek lesz majd joga. Most hirtelen megváltozott az egész, és mégiscsak lesznek területalapú támogatások. Önnek mi a vélemény a támogatásokról, és erről a véleményváltozásról? Hát igen, ez elég rosszul érint bennünket. Ugye jönnek a választások, ugye ígéretek most vannak, hogy lesz támogatás, de hát
ez ilyen helyzetben bizonytalan, hogy ebben zűrzavarban, hogy mi is lesz valójában. Ugye mink szeretnénk, ha megmaradnának a támogatások, de hát nem mi rajtunk múlik. Szükségesnek tartom, hogy a mezőgazdasági minisztérium előjöjjön ebben 12 ezer dinára, mert ez is a minimum. Én azt hiszem, a környező államokban lévő gazdászoknak a támogatása az mi nálunk a legkevesebb, és ez nagyon szükséges volna az embereknek, hogy valamit meg is tudnának venni úgy magba, vagy műtrágyába, vagy vegyszerbe, hogy a fejlesztésüket jobban bírják fejleszteni. És mi a vélemény erről a hirtelen változásról? Hát én tisztában vagyok attól, hogy lehetséges a minisztérium, lehet egy kicsit fél ettől, nehogy elkezdődjenek itt is nálunk a sztrájkok, a mezőgazdasági termelők között, mert megtörténhet az is, mint ahogy a gyári munkásoknál megtörténhet az is, hogy lebokolják az utakat, ez az amaz, és akkor a termelés nem úgy fog halani. És valamit kell annyi, mert kérem, ez kevés, még most is kevés. Ha 200 eurót adna a minisztérium, én megértem azt, hogy nem tud adni, de 200 euró is minimális volna, ha nézzük a környező államokban, amik történnek. De ha megkapjuk ezt a 12-t avval, én azt hiszem, hogy nem 6 lesz, hanem 12, és talán valamennyivel jobb lesz. A legnagyobb területen termesztett haszonnövényünk a kukorica. Az eddigi csapadékhiány tükrében nem lesz könnyű dolguk a gazdáknak, amikor a fajta választékról, a vetési távolságról és az alaptrágya mennyiségéről döntenek. Én nem sűrítenék az idén még véletlenül sem, mert ugye arra a területről, ahol mi jövünk és ahol mi termelünk, ott a rekordtermés az már ritkaságban számít, ugye inkább a stabil termés felé hajlunk. Ami az újvidéki intézetet illeti, persze minden termelőnek, minden termelésnek megvan a megfelelő hibridje, úgyhogy ami a mag betakarítását illeti, szóval az aratást, a kukorica aratásánál a korábbi hibrideket ajánljuk, a FAO 300-as, FAO 400-as és egy pár FAO 500-as hibridet, köztük talán az újdonság a 3022-es, egy FAO 300-as, ami a FAO 400-ast illeti, nálunk leginkább a 40-30-as jót mutat már az utolsó 3-4 évben, ez mellé egy új hibrid is meg fog jelenni, a 40-51-es, kérem a termelőket, hogy próbálják ki, és annyit tudok mondani, hogy az elkövetkező években nagyon nagy hangsúly lesz a FAO 500-as csoporton, mert lassan-lassan azt veszük észre, hogy az éghajlatváltozás és a többi véget a ugye FAO csoportok beérése és termeltetése, ami a késői FAO csoportokat illeti, egy kis bajjal jár, szóval szerintünk a FAO 500-as fog dominálni az elkövetkező években, és ezen lesz a hangsúly igazából. Ami a FAO 600-asokat illeti, továbbra is a standard kínálatunk van, szóval 60-30-as, 60-10-es, ez mellett a 61-02-es, amelyet melegen-melegen ajánlok a telecskai dombokra és Szabadka területére, ugyanúgy a Tisza mentén, mivel hogy az utóbbi 3-4 évben bizonyított, a hagyományos hibrideket, amelyeket az emberek továbbra is terveltetik, ott sokkal többet nem tudok mondani, megvannak ugye ezek a hibridjeink, amelyek a gyomítószereket tűrik, szóval a dual szisztémes, a 440 és 640-es ultra, és nagyjából ez lenne a kínálatunk. Továbbra is fönnmaradt ugye Észak-Mácskában az állattenyésztés, ami a silózást illeti, 50-10-es, 60-43-as, Tisza és a 770-es. Nagyjából ez lenne a kínálatunk, ami a kukoricát illeti. Persze, mondom, odafigyelni és nélsülíteni. Nálunk Bánátban szokás, azt mondja, 3 a méterbe. És ennyit is tudnák mondani az egészről. Szóval egy fura év áll előttünk, meglássuk, hogy mi lesz a végén. Mondom, a trágyázást is nem kell nagyon eltúlozni. A szaktanácskozáson elhangzott előadások anyagát ezúttal az intézet honlapján is megjelentették. Így bárki megtekintheti, milyen beszámolókat hallhattak az egybegyűltek az 5 napig tartó rendezvény során. Az agronómusok szaktanácskozásával párhuzamosan a mezőgépészek 40. szimpóziumát is megtartották a Zlatibori Üdülőközpontban. Január 29-e és február 1-e között ismét együtt került megrendezésre az Agromas Expo és az Agrárgép Show a Hung Expo budapesti vásárközpontban.
felvonult a világ mezőgépgyártásának színe java, és például olyan nevezetességeket is bemutattak, mint a Class Axion 850-es, amely elnyerte a 2014-es év traktora kitüntetést. A rengeteg látnivalóból, eseményről csupán részletekkel szolgálhatunk a soron következő összeállításban. A szervezők állítása szerint az Agromas Expo és Agrárgép Show együttes megrendezésével elérték, hogy a vásár központ a magyarországi agrárágazat csúcsrendezvényének adhat otthon. Mindenki, aki számít a piacon, vagy szállni szeretne egy darabot a piaci részesedésből, az itt van. A legnagyobbaktól a legkisebbekig. A mezőgép és újratermelési anyaggyártók és forgalmazók, de a logisztikai fejlesztők egyaránt megjelentek a kiállításon. Rengeteg a látogató is, mert az agrárgazdasági szakemberek és gazdálkodók is most a nagy munkák megkezdése előtt érnek rá tájékozódni az újdonságokról és lehetőségekről. Rekordméretekben 270 kiállító, mindösszesen 36 ezer nettó négyzetméteren mutatja be termékeit, szolgáltatásait, úgyhogy ez minden idők legnagyobb agrárkiállítása Magyarországon. Vannak-e külföldi kiállítók, vagy csak magyarországiak? Elsősorban magyar kiállítókról beszélhetünk, illetve olyan hazai székhellyel rendelkező cégekről, vállalkozásokról, akik egy-egy nagy márkát képviselnek, tehát így a hazai gépkínálat gyakorlatilag teljes spektrumban megmutatkozik. Van egy külön szegmens, ami a magyar mezőgépgyártók részére hoztuk létre, tehát így a kifejezett magyar termékeket is lehet keresni, de zömében azért olyan eszközökről, gépekről van szó, amely más ország terméke, de magyar forgalmazó terjeszti azokat. A kiállításhoz kapcsolódóan ezúttal is meghirdették a szervezők az Agromas Expo Agrárgép Show nemzetközi termékfejlesztési díjat, és ezzel párhuzamosan a magyarországi termékfejlesztési díjat is. Az elismerésre minden kiállító pályázhatott az elmúlt 3 évben kifejlesztett és Magyarországon forgalomba levő korszerű termékkel. Számunkra nagyon fontos az, hogy a szakmaisága ennek a kiállításnak évről évre erősödjön, ha lehet ilyet mondani. És egy-egy ilyen termékverseny kifejezetten azt szolgálja, hogy azokat a bizonyos innovációkat, amik az elmúlt rövid időszakban keletkeztek, azokat mutassuk be a szakmának, és emeljük ki közülük azokat, amik valóban áttörő újdonsággal bírnak. És hát erre kiváló egy-egy ilyen termékverseny, ahol mi szakavatott embereket kérünk meg arra, hogy értékeljék a pályaműveket, és döntsék el azt, hogy a versengésben ki az, aki valóban olyan kiemelkedőt produkált. A súlyát, illetve a jelentőségét jelzi ennek az, hogy idén minden eddiginél több magasabb számú jelentkezés érkezett erre a termékversenyre, hiszen összesen 40 pályázatot bírált el a szakértő zsűri, és ebből a 40 pályázatból végül 14 díjazottunk lett, aki ma a megnyitó napján vehet át személyesen a vidékfejlesztési miniszter úrtól a díjat. Ez a gép egy teljesen új konstrukció, az olyan technikai újdonságokkal, mint az első híd, vagy a darásderék, eddig azt gondolták az emberek, hogy darásdereket csak egy csinos nőnek van, de nem, ennek a traktornak is van. Ez a darásderék azt jelenti, hogy az első keréknél szélesebb a hordóváz, alváz, és ahogy megfordul mindig a kerék, ott hagytak helyet a keréknek, hogy be tudjon fordulni az alváznál, tehát kvázi jobban fordul ez a gép, jobban fordulékony. Egy ilyen darásderekat például tettek bele, de akár a fülkét újra konstruálták, beletették azt a sok-sok elektronikai újdonságot, ami egyébként egy átlaggépben, ami 5-6 éve ezelőtt került elő a tervezőasztalról, az még nincs benne. Egy korszerű gép, minden tudással, lehetőséggel, amit a pillanatnyi technikai tudás megvan, benne van. Magyarország területén kik azok, akik ezt megvásárolják? Jellemzően ez a gép, mivel a legfelsőbb kategória az 260 lóerő, 210-től kezdődik egyébként az a lóerő kategória. Ezek általában olyan gazdálkodók, akinek legalább van 250-300 hektárja, és arra már meg tudja vásárolni ezt a
lóerő kategóriát. Ebben a lóerő kategóriában egyébként Magyarországon is kb. 150-200 darabot adnak el mindösszesen. A magyarországi gazdák még a tavaszi munkák megkezdése előtt készhez kapják a 2013-as évi területalapú támogatás második részét, azaz a hektáronkénti 230 euróból a hátra maradt 115 eurót, tudtuk meg a mezőgép kiállításon. Továbbá azt is, hogy 2021-ig érvényben marad a gazdák által már jól ismert, egyszerűsített területalapú támogatási rendszer. Az Európai Uniós támogatási rendszerhez való alkalmazkodás az minden gazdatársadalom, minden ország számára egy rendkívül fontos kihívás. Most több mint 11 milliárd euró az, amit 7 éves ciklusban fog Magyarország megkapni. A magyar vidékfejlesztési agrárcélokat ezzel tudjuk támogatni. De ez olyan pénz, amiért meg kell küzdeni, hiszen az unió szintjén is sok gazdája van a forrásoknak, illetve ezeknek a pénzeknek jelentős része igényelhető, vagy pedig pályázati úton hozzáférhető. Tehát az a támogatási rendszer, amiben a gazdák hozzájuthatnak a forrásokhoz, fontos, hogy jól működjön, és az érintett termelőknek is el kell benne igazodniuk. Adatlapokat kell kitölteniük, pályázati lehetőséget kell megtalálniuk és élniük velük, és amikor egy beruházás megvalósult, akkor azzal el is kell számolni. Ez egy szigorú pénzügyi rendszer egyben, hiszen az uniós támogatások az adófizetők pénzét jelenti. Mennyi kisgazdaság van Magyarországon, amelyik számíthat ezekre a támogatásokra, egyáltalán hozzájuthat ezekhez? Magyarországon agrártámogatás 177 ezer gazda, illetve jogi személy igényel. Ezek közül a kicsik körülbelül a kétharmadot jelentik. Nyilván attól is, hogy hol húzzuk meg a határt. Ezek az agrártámogatások jelentősek, de a konkurenseink is kapják ezeket a támogatásokat. Tehát attól még nagyon alaposan kell termelni és ügyesen kereskedni, hogy talpon tudjunk maradni. A mezőgép kiállításra sokan érkeztek a környező országokból, így Szerbiából is. Zentáról két autóbusz hozta a gazdakör tagjait, de Kuláról, Temerinből és Magyar Karindzsáról is jöttek földművesek. Minden elismerésem a gépgyártóknak az előrehaladásukhoz mindenféle technika terén. Látszik, hogy dolgoznak, mert tavaly mondjuk kevesebbet láttunk, mint ami most van a kiállításon, de meglátszik, hogy azok is ugyanúgy termelnek, mint ahogy mi szeretnénk földművesek. Ön mit szeretne ezek között leginkább az udvarában? Hát itt nincs olyan gép, amit az ember nem vállalna be az udvarába, de általában komolyabb, nagyobb gazdaságokra előlátott gépeket mutatnak itt. Tehát a kicsiknek nagyon nincs? Kevés van a mi kis földterületeinkre, gazdaságainkra kevés gép van, ami használható. Általában mondom, a nagyobb gazdaságok jobban felszerelt, nagyobb földterületet munkáló gazdák részére vannak itt a gépek. Oromhegyesről egy menedzser csapattal érkeztek ide a budapesti mezőgép kiállításra. Kiket látogatnak meg? Gyakorlatilag minden olyan kapcsolatot próbálunk felújítani, illetve életbe tartani, akikkel évközben dolgozunk és beszállítóink. Többek között a Fogellal is barátkozunk, akinek a standján is vagyunk per pillanat. Ezen kívül az összes többi, mint ahogy említettem, beszállítónkkal, a Bertuval, különböző talajmegmunkáló eszközök gyártójával, Flamesztal. A vásáron jelen van a dán gyártótól a Heva összes terméke, úgyhogy gyakorlatilag büszkén látjuk azt, hogy nem csak mi ügyeskedünk ezzel Szerbiában, hanem Magyarországon is nagyon jó eredményeket értek el az itteni kereskedők. Igazából a Hevától legtöbb Cambridge hengert adunk el. Talán ez is a húzó terméke a Hevának, de ez mellett a direktvetőgépek és a sima egyszerű talajmegmunkáló eszközökben is előrelépéseket lehet tapasztalni, illetve az utóbbi időben a rövidtárcsa az, ami talán egy új termék és jó termék. Nagyon szép kiállítás a budapesti most, talán a Hannoverinek a kisöcsének lehetne nevezni. Én azt gondolom, hogy minden olyan gép megjelenik itt, mint ami Hannoverben is jelen van, csak talán egy kicsit kisebb volumenben. Itt drágábbak a gépek, mint Hannoverben, vagy olcsóbbak? Én azt gondolom, hogy egy picit olcsóbbak talán, mint Hannoverben. Valahogy a nyugati árszint az magasabb. Ugyanazt a gépet, ugyanazokat az eszközöket itt olcsóban meg lehet kapni, mint a nyugati országokban. Magyarország mennyire érdekelt a vajdasági szerbiai piacon? Hogy vette ön ki a beszélgetésekből? Hát
gyakorlatilag Magyarország az egy teljesen külön piac, úgyhogy itt a határ, vámok, komplikációk, én azt gondolom, hogy ez teljesen más szegmenset képvisel, úgyhogy igazából nem tartom valószínűleg, hogy magyar kereskedők bármilyen szinten kapcsolatot teremtenének a szerbiai földművesekkel. Kedves nézőink, következő műsorunkban majd folytatjuk az Agromos Expo érdekességeinek bemutatását, mivel Garbac Árpád operatőrrel bőven vettünk fel a látnivalókból. Egyelőre köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!